Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, kerestem az övemet. Készülődünk, ugyanis megyünk, nem tudom, hogy megyünk, valami bevásárlóba fogunk elmenni. Hol megyünk? Pacificbe. Rendben van. Nemrég értem az a munkából, épp hogy csak megzonyoztam, vagy láttátok, elkészültünk, és most már délután van. Az idő, képzeled el, azt mondták, hogy esti fog az eső még nem esett, de most jönnek a felnők onnét. Kezd sötétedni, látod? Úgyhogy induljunk. Kitolatok? Várjál. Megvan a táska. Ah, elvágtam magam, látod? Meg kellett borotválkoznom, vagyis nagy volt a szakállam. Én megint a persze felre hoztam a szemegemet, benne a kamera, és majd próbálok filmezni megint itt-ott nektek. Aztán látod, itt oldalt, itt, ide raktak ilyen szoláros lámpákat. Oda, 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 mindenhova, de annyit. Én nem tudom, de képzeld el, múltkor én egyet már elütöttem, ugyanis jöttem haza, és annyira sarkára rakták a parkolónak, minden parkolónak a sarkára, hogy rámentem, és így recsent egyet. Az előbb jöttünk kifele, és a feleségem is képzeld, de elütött egyet. Az az érdekes, hogy a feleségem nem tud vezetni, hogy a babakocsival ütött el. Ment, 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 és puf, mit csinált? Ráhajtott. Úgyhogy ő is összetörött egyet. Szerintem lassan mindenki összetör egyet. Én azt reméltem, hogy miért kell közel rakni a betonhoz, meg pont oda a sarkára mindenhova. Ugye? Annyira oda rakták, hogy össze fogják őket törni előbb-utóbb. Úgyhogy nem ugye. Nézd ki van ott, Lukasz, onnan nézd ki van ott. Ott, az a kacsacsőrű emlős állat. Látod, ott integet mindenkinek. Ott, ott, látod? Mondjad, hello! Hello, szia, szevasz! Hello, szia, szevasz! What the? Nem láttad, lehet, hogy láttad, nem láttad, ott ment egy ilyen elektromos motor, azaz scooter motor. Elfelejtettem levizsgázni, képzeld el. Le kellett volna vizsgáznom október 31-ig, mármint motorban, mert akartam vizsgázni. Nem vizsgáztam le, és október 30, nem is október, beszélek hülyeségeket. Október 1-től szeptember 31-ig összekevertem a két hónapot. Le kellett volna vizsgáznom, ugyanis október 1-től képzeld el, új törvény van. El kell menni, be kell ülni, és le kell rendesen vizsgázni motorból, úgy, ahogy Magyarországon. Eddig úgy kellett, képzeld el, hogy megcsináltad az interneten, és már mehettél is a motorra, tehát nem kellett elmenni, meghallgatni, hogy hogyan kell vezetni. Könnyebb volt, és mivel én tudtam már régen vezetni, mert Magyarországon szoktam vezetni, motorozni, le akartam tenni, de nem volt időm, kiment a fejemből, úgyhogy ha le akarom tenni, most el kell mennem, és be kell ülnöm, és meg kell hallgatnom, hogy hogy kell motort vezetni. Amúgy nincsen motorom. Lehet, hogy nem is lesz motorom, bár semmikor se lehet. Régen Magyarországon volt motorom, többfajta motorom, ilyen olcsóbb motorok voltak, ilyen Riga, meg ilyen Romát, meg na mindjárt, jó motorok voltak annak idején. Ja, meg volt egy Pannoniám is, te, az olyan nagy motor volt, azt nagyon szerettem. Csak az a baj, hogy nem működött rendesen, meg nagyon nagy volt és nehéz volt. Biztos, hogy pár ember ismeri, hogy melyik az a Pannonia motor, ilyen régi motor. Szép volt. Megérkeztünk, közben majd látod, elaludt a Davis. Úgyhogy húzom a szemegmet, bekapcsolom, és múltkor feltöltöttem, úgyhogy remélem, hogy mindig fel van töltődve, és ezzel fogok tovább filmezni. Amíg a felhők kezd sötétenni onnét is, meg főleg onnét. Látod? Háj, mindegy, talán fogunk megállni. Bent az a szerencső, benne esik az eső, hogy amikor jövünk majd ki az autót, majd lehet, hogy akkor. A Davis, amit képzel el, fogta kezemet és úgy gyalogolt, ugye Lukasz? Ki egészen az autóig. Azt hittem, hogy be tudunk vele gyalogolni, de lehet, hogy is kell vinni a babakocsit, mert eladott. Na szóval meglássuk. Nézd, ott a feleségem, ott kukor. Nézd, látod? Na menjünk. Na, oda nézd, ki ébredt fel. Mi van, Davis, Missy? Mi van? Na menjünk, visszük azért a babakocsit, mert úgy néz ki, mint aki nem akar gyalogolni, legalábbis nem is akar kiszállni belőle. Úgyhogy vigyázz a lábodra, meg minden. Zárjuk, húzzuk, mehetünk. Na menjünk lefele. Mit? Tehát, hogy ha akarsz, majd akkor eszünk megint egy fagyit. Na, miért nem fordul? Miért nem fordul? Hova megyünk? One. Miért nem fordul? Van baj van, babakocsi. Something's wrong with this friend. Nem akar fordulni. Nézd, ott vagyok, nincs kamera kezemben. Én vagyok a Mátrix, szóval nézd, mennyi kezem van. Látod te? Megjöttünk. Úgy, toljuk. Na, ma megyünk el össze. Ha biztos nem jégkébe tenni.
Nem, hova menjünk először? Nem menjünk tényleg. A Big... Olyan. Menjünk, megnézzük a DVD-ket, meg a játékokat, meg a minden, nem tudom micsodákat. Meg a fenyőfákat, megjön a karácsony, mi? Mi? Megjön a karácsony. Ja. Ja. Mondom, én már voltam dekoráció. Ja, minden ott le van dekorációva. Már pár hónap előtt, még mi van? A Halloween lesz, mikor lesz? Most lesz? Még egy mennyi? Két hét? 9 nap. Egy hét és két nap, és itt a Halloween, aztán utána meg karácsony lesz hamarosan. Te, hogyan ment ez az év? Mi van? Ja, sok Halloween-es dolog. Nézd, jár az a DVD. Semmi érdekes. Ja, gyere, menjünk. Menjünk tovább. Oda nézze, ez micsoda. Hallod, Lukasz? Ezt tudod, micsoda? Ilyen boszorkány sepi. Ez ami jó, hazahozod és telefogod fogod a sepi. Csak kell egy black és white cicam. Aha. Ott vannak a fenyőfák. Na, oda nézze, útka, ki lesz nálunk, mennyire kerül a Xbox 1. $539, ez a 2 terás fehér, látod? A PlayStation 4, 1 terás, $509. Szárak szerintem ugyanolyanok amúgy, mint nálatok. Itt a Wii, az a régi. Még nem az új, nem sokan jön az új, jövőre? Aztán itt ez a Nintendo, 2DS $149. Az irányító $79. Ja, megyünk. A játékok meg most le vannak árazva, PlayStation 4-es játékok. Kijöjjön a Mafia, 85-78-ra mutatok. Mennyiért vettük a Mafiát? Nem 69-ért vettük, vagy 68-ért? Én csak veszünk 70-nél. Dehogyis, 60 valamennyiért vettük. Ugye 1-2, le van árazva. Egy kicsit arra, mi van leárazva? Semmivel nincs leárazva. Itt van a Far Cry, az új Far Cry PC-nek, mi most visszállt. Nagyon jó. Itt az új Batman, látod, ezt kaptad meg? Ja. És a Tom Cruise. Street Fighter $49 van nálad. Csak 49? Ja, majd várjunk majd, mikor még csak, majd csak 25 ja. Lesz, vagy 15. Ja. Mikor 30? Ma meglássuk. Egy gond, hogy az lesz a Harry Potter Collection. Ja, a legoldó. Ez a Battlefield Edge. Ja, $69. 78 a FIFA 17. Hello. Tesla. De is kiszállt a babakocsiból. Ja. Várunk a feleségemre, meg a Lukasra. Nézd, ott fénk a tükörbe. Bementek fizetni, és a Lukasz talált egy könyvet, amit régóta keresett. Ne tapkodj a tükröt. Ja. Ja, az csak egy ilyen ízé. És ne vedd le. Ja, megyünk tovább, rendben? Amint jönnek ki. Hello. Ne vedd le a szemlegemet, te nyúzzi. Megyünk tovább, jó? Arra, elsétálunk. Megnézzük, mit játszanak a moziba. Hát játszanak valami jó filmet. Hm? Átjöttünk a másik apá, boltba, egy játékokat nézünk, meg a Davisnek nézünk. Mit nézünk neked? Nem játékot, hanem egy rövidnadrágot, vagy kettőt, vagy hármat. A stickball! Emlékszem, mikor mondtam, van a stickball-ra? Ja. Emlékszem, mikor downloadoltad az a stickball-ra? Ja, emlékszek rá. Mondtam, kell a stickball-oknak is. Emlékszek rá. Nézd, mit találtam. Ez zöld hátteret, és a telefonodra tudsz csinálni ilyen stop animation. Gyönyörű, mennyibe kerül ez? $10. Nem? Vagy 21. Ja, de nincsen háttér, hát az a volt. Attól függ, mit akarsz csinálni, attól függ, milyen filmet. Nem kell, nem nagyon kell háttér. Én csináltam valami olyan figuramból, és nem is kell háttér neki. Itt van külön is, látod? Van itt minden vonat. Mitől? Ja, hát a nagy talant látom. És ja, ez a távirányító spok. Oda néz, hogy ezek a távirányító spok. Majd egyszer lehet, hogy veszünk egy ilyet, aztán megijesztünk vele valakit. Rendben van? Na, mi az? Dinoszaurus. Van egy button rá. Ja, van egy gomb rajta. Bekapcsol és küldött. Végeztünk, megyünk. Hova megyünk? Fagyit enni megyünk. Ugye, Davis, te mit akarsz? Te is egy fajt akarsz, vagy mit akarsz? Hm? Mit látsz? Kirakadból láttad a babákat, mi? Fel kellene menni az emeletre, és tudod mi a baj.
hogy a lift az ott van hát, úgyhogy most el kell menni a liftig, mert csak a mozgó lépcső van. Úgyhogy elmegyünk hátulra, aztán felmegyünk, és eszünk egy fagyit. Milyen fagyit kérsz? Mit? Mondom, milyen fagyit kérsz? A berry food. Rendben van, az áfonyás, a hasonló, nem? Vitamin. Ja, te azt a pirossat. Jaj. Na, mire készülnek itt te? Karácsonyra? Miért van kiirányítva? Télapol jön már megint? Lehet csinálni a fényképet a télapolba. Nem sokára. Ki van rakva? Azt hiszem, azért van kirakva. Szépen világít. Ja, valószínűleg itt lesz. Ja, tovább csináltattuk, de nem itt csináltattuk, hanem máshol csináltattuk a Davis-re, mi? Emlékszel rá, Nyuszi? Nem hiszem, hogy te emlékszel a télapóra. Kérde! Jó! Majd elmegyünk, megint csináltatunk egy fényképet a télapóba, belül lesz a zölébe. Ha jól visél a kettőt, akkor kapsz valamit, rendben van? Jó! Ott van a kislány, látod? Meg lehet inni egy kávét. Vagy enni egy sütit. Aztán még mielőtt akármit is csinálunk. Mit nem lehet kihagyni? Az órákat, azokat meg kell nézni, mindig megnézem az órákat. Akárhova megyünk, hogyha van egy kis idő, mindig megnézem, hát van valami szép, hát van valami új. Oda nézzél! Hoppá! Van újfajta kázi óra? Melyik tetszik? Nekem még mindig ez a kék tetszik, látod? Melyik? Az az autós tetszik neked? Hát az se szép, vagy nem csúnya. De az biztos drága. Ja, oda néz, van itt egy ilyen narancsárga, kékes. Érdekes. Melyik? Nem tapíjuk. Oh. Aztán itt vannak ilyen molyoló órák. Van egy Armani óra. Melyik tetszik neked? Ez itt, ez a piros. Ez a kis picike. Az, ott nincs is óra. Ott volt egy óra. Itt vannak ilyen Gucci órák. Ezek inkább ilyen elegáns órák. Aztán itt vannak a Seiko órák. Hát ott van egy pár szép belőle. Ez a buvárora, az még mindig tetszik. Na, ezek is gyorsan megnézzük. Aztán megyünk tovább. 2400 dollár az a Seiko-ra, látod? De, ha nem semmi. De itt hagytak engem. De majd visszafelé, jó? Megjött a lift. Megvárjuk, hogy kiszáll mindenki, aztán megyünk. Fog meg! Na, mennyi? A legtetejére megyünk. Nem a hármasra, a kettesre. Kettesre? Nem, az egyesre. Elszúrtuk. Aztán megint elszúrtuk, megyünk. Nem, megálltunk az egyesre. Még időben voltunk. Na, mennyi? Te, Lukasz? Ja? Nagyon úgy nézel ki, minden malac. Úgy ez ezt a fagyit, mint a nem is tudom mi. Nem baj. Davis is eszik amúgy. Én meg iszok ilyen gyűzt. Milyen gyűzt? Milyen valami dinnyés, tropikusi, valami... Dinnyás? Ja. Úgyhogy ezt megesszük, megisszuk, aztán megyünk tovább. Ugye nyúszunk? Hogy iszünk neked a fagyit? Végeztünk, megyünk a szüleimhez, csak felrakom ezt a kis állványt. Én mindig elhozom magammal, csak ezzel nem nagyon fér bele a zsebembe. És általában leszoktam venni. Aztán közben csalrom, és mit akartam mondani? Remélem, hogy felvett mindent ez a szemeg, amit akartam. Mindig attól félek, nem tudom, mindig attól félek, hogy bekapcsolom, és valami oknál fogva nem vesz. Ugye nem látod, hogy mit vesz, meg mit nem vesz, meg hova vesz, vagy megy egyáltalán, és mindig attól félek, hogy valamit nem vesz fel. Volt már olyan, hogy kézzel bekapcsoltam, filmeztem nektek, és nem vette fel. Egyszer azért nem vette fel, mert lemerült az akkumulátor és kikapcsolt közben, utána azért nem vette fel, mert véletlenül rosszul nyomtam meg a gombot, és nem vett fel semmit. Na minden, úgyhogy remélem, hogy valamit azért mégiscsak vett. Elnyúlunk hazafelé, hazafelé szüleimhez. Eső, jöveget, de még nem esik. Onnét, látod, kék a felhő, nem esik. Úgyhogy időjárás jelentés megvolt, induljunk.
hazaérkeztünk, leparkoltunk ide, jó messzire, oda, mert ott volt hely, és most gyalogunk vissza. Kezdve megerett az eső, annyira nem esik, inkább csak csöpörök, és hazamegyünk, megvacsorázunk, ugye? Jaj, itt vagyunk a garázsba, megnézzük a Mazdát, ha megvan, ugyanis ma még nem néztem meg. Valami biztos, hogy jó helyen van, nagyon remélem. Két öregebb ember áll mellettem, amúgy egy öregebb néni, egy öregebb bácsi, akik úgy néznek ki, hogy tudnak megérteni, az autójuk is úgy rendesen néz ki. Na látod? Az autó megvan, a takaró megvan, kicsikét poros, azért van rajta takaró, ugye? Úgyhogy minden rendben mehetünk. Na, kinyitja az ajtót. Én nyitom, vagy te nyitod? Aj, én nyitom. Ki nyomja a gombot? Én vagy te? Te? Na, nyomjuk együtt. Nyomja? Úgy. Ilyesmi. Felérkeztünk. Jaj! Davis már nézi a tévét, mászik rá, ahogy látod. Mi ez a nyuszi? Mi? Megnéztem, hogy ugye tegnap... na mit csinál? Elbújulok majdnem. Tegnapi videó volt, ugye ez a szombati videó, kérdeztem tőletek. Ja, itt vagyunk. Kérdeztem tőletek, hogy a nyereményjátékba ki jól akarna menni nyaralni, hogyha pénz nem számítana. Nagyon sok érdekes helyeket írtatok. A legtöbben az volt... Közben a Davis elment és megvacsorázott, úgyhogy abba kellett hagynom, mert hogyha filmezek, ugye videózok, akkor hallja a hangomat, és ő is mindig benne akar lenni, és nem tud rendesen vacsorázni, amit tudom, mit evett? Vegemite-os kenyeret, ilyen szendvics kenyeret evett, és szereti. Én nem tudom, hogy miért, de szereti. Én nem szeretem. Amúgy biztos, hogy jó. Ha Lukasz is azt mondta, hogy nem olyan túl rossz, most pedig nem más csinál, mint... mit csinálsz? Hallgatja a számítógépen a zenét, vagy valamit, a YouTube-ot. Na. Azt, amit akartam mondani, ugye sokan írtátok most már, hogy hova szeretnétek menni nyaralni, ugye az volt a kérdés a tegnapi videóban, hogy ha részt szeretnél venni a játék, hogy hova mennél el, hogyha pénz nem számítana, és nagyon sokan írtátok, hogy Amerikába, Ausztráliába, ide hozzánk, ha jöttök, nyugodtan meglátogathattok minket, csak előtte szóljatok legalább egy nappal, vagy kettővel, hogy aztán összefutunk valahol. De amúgy a sok Egyiptomba, Afrikába, sok érdekes helyet írtatok. Magyarországon senki nem írta. Ugye Magyarországon mindenki el tud menni azért Magyarországon belül sok helyre, és én azért nem mennék Magyarországon is nem több helyre. Ugye most már régen voltunk Magyarországon, utoljára 2012-ben, jól emlékszem, ugye? Elmennék a Balatonra, elmennék az Alföldre, így körbeutaznám az egész. Egyszer már körbeutaztuk amúgy a feleségemmel, mikor Magyarországon voltunk, akkor a Lucas ugye még nem született meg, a Davis még egyáltalán nem született meg, csak mi így ketten egész Magyarországot körbeutaztuk, és a feleségemnek is ugye nagyon tetszett. Én is nagyon sok helyen még nem voltam, amikor ugye elment, mikor Magyarországon laktunk, ugye én Nagykanizsán születtem, ott laktam, és ugye Dunántúlon voltunk ugye sok helyen. Azért csak el tudom mondani, a Davis mindig megy, aztán mondhatod, és kell utána ugye menni. Tehát ahogy mondtam, ugye amikor Magyarországon laktunk, sok helyen nem tudtam elmenni, de így mikor visszamentünk, ugye innét Ausztráliából elmentem a feleségemmel is, és körbeutaztuk egész Magyarországot, nagyon sok szép hely van ugye Magyarországon is, de nagyon sok szép hely van a világon ugye mindenhol. Hogyha lehetne választ, ugye én még mindig ugye Amerikában, Los Angelesbe mennék az egész családdal, ahogy mondtam a tegnap videóban is, de Magyarországra is nagyon-nagyon szívesen visszamennék még egyszer, ugye még többször is, biztos el fogom vinni a Davis-t is, hogy mikor azt még nem tudom, egyszer biztos, hogy egy kicsikét idősebb lesz, és kibírja a repülőutazást, és a repülőutazásra ugye rettentő hosszú, úgyhogy majd meglátjuk. Tehát ezt a mai videót itt most én befejezem, ugyanis valószínűleg meg fogok vacsorázni, nem valószínűleg meg fogok vacsorázni, csak azt mondtam, hogy mit tegyek. Azt hiszem, hogy ilyen halat eszek, látod? Mindig, nem mindig, hanem általában ilyen halat. Ja. Ezt a halat szoktam enni, látod? Ezt a borsos halat. Ilyen csünat. Ezt szeretem. Most eszek hozzá egy ilyen levest. Ezt a magis levest. És ez lesz vacsorám. Mármint nem a levessel leszem, hanem ezt kenyérrel leszem, meg sajttal, vagy lesz gyuborkával, és utána eszem meg ezt a levest. Tehát nem keverem össze. Na mindjárt. Úgyhogy, mára ennyit, bezárjuk az ajtót, mindenkinek további szép napot, kedden, ne felejtsétek el, sorsolunk. Hogyha még nem láttad a tegnapi videót és részt szeretnél venni a játékba, nyugodtan írd meg, hogy hova szeretnél menni, mindegy, van, nincsen rossz válasz, ugye, úgyhogy még mindig van időd a keddi videóban, megosztom veletek
Három ember fog kiúzni, ugye, mert három képeslap van, és megírhatjátok majd a címeteket, a szerencsés nyertesek persze, és el fogom küldeni mindenkinek. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, de még mielőtt befejezem, most jutott eszembe valami, amit meg szeretnék veletek osztani. A következendő lehet, hogy egy pár napon belül, úgy mondjuk azt, hogy jövő héten, ugyanis valami nagyon sokan kértétek rettető régóta, hogy mikor lesz ez, nem sokára lesz ez, hogy egész pontosan mi, azt még nem árulom el, de valószínű, hogy ha minden jól megy, jövő héten megtudjátok, hogy mi ez a dolog. Annyit elárulhatok, hogy közel van a csatornához, nem újítás lesz a csatornán, egyáltalán nem az, nem új kamera lesz, hanem új autó lesz, semmire semmi közel, nincsen hozzá, sokan kértétek régebben is, mostanában is, mindig kérdezitek, hogy mikor lesz, valószínű, hogy jövő héttől lesz, a csatornához köze van, és Hello, szia, szevaszhoz is köze van, lehet, hogy már sokan tudjátok, hogy mi az, lehet, vagy nem, hogyha minden rendben vagy, ha minden rendben megy, jövő héten megtudjátok, addig is mindenkinek további szép napot. Sziasztok!